Ezzel a dallal fogadták a sajtó képviselőit a nyíregyházi esperesi hivatalban a finnországi Kajaani evangélikus gyülekezet fiataljai, akik egy hetet töltenek Magyarországon. A két gyülekezet kapcsolata 1978-ban kezdődött, azóta felváltva látogatnak el egymáshoz a finnek és a magyarok. A közös találkozások emlékére tavaly két példányban készült egy album, amelyben fotók, újságcikkek, prédikációk emlékeztetnek az elmúlt közel 4 évtizedre. Zsarnai Krisztián evangélikus esperes szerint az együttműködés sikere az emberi kapcsolatok alakulásán mérhető le leginkább. Nagyon komoly barátságok szövődnek a gyülekezeti kapcsolaton keresztül, és minden érdektől mentes. Vannak társadalmi, egzisztenciális, kulturális különbségek a két ország között, a két gyülekezet között, de ezeken felül emelkedve nagyon szoros baráti kapcsolat fűz egymáshoz bennünket. A finn delegáció vezetője is a különböző kultúrákból érkező emberek közötti barátságok kialakulását tartja a látogatások legfontosabb hozadékának. Ennek a kapcsolatnak már nagyon nagy hagyománya van Finnországban is, és Magyarországon is. Különböző csapatok látogatják meg egymást. Finnországból voltak itt kórusok, a gyülekezetünkből érkeztek Nyíregyházára presbiterek és más egyházi tisztségeket betöltő emberek, most pedig fiatalokkal jöttünk látogatóba. Ezeken a találkozásokon keresztül személyes kapcsolatok alakultak ki, amelyek tartóssá váltak. Akár különböző korú emberek között is szoros barátságok köttettek a kölcsönös látogatások alatt. Kontakteja on syntynyt sitä kautta. A 16 főt számláló delegáció a megyeszékhely nevezetességeinek megtekintése mellett a vendégek kérésére Budapestre is ellátogat.